Hello! Folytatjuk a Silent Hill 2-t. Meg kell szokjam amúgy, hogy ezt a mikrofont kiteszteltem, hogy amúgy kb. Ilyen 30 centire, hogyha így beszélek bele, akkor lesz ilyen tiszta a hang. Illetve a maszk ronda a hang tisztaságán, de hogyha így fönn van egy kicsit följebb, akkor rendesen kijön és bemegy. Vagyis majd, hogy a mikrofonba, a számból kijön, a mikrofonba bemegy. Ja, kb. Ilyen 30 centire kell beszélni, pont egy farok méretnyit. És akkor teljesen megfelelő lesz a hang, ha minden igaz. Mondjuk most megint pirosba megy a nézén, de hát mindegy. Így elméletileg így jó. Nos, van hang. Itt, várjál. Átmegyünk. Mária, szia. Itt van Mari, van hang. Oké, és... Na, itt van Mari. Jé, vigyázz. És lehet akarja ezt, annyira bírom ezt a játékot, annyira jó figyeltek az ilyen kis fasságokra, hogy ez... Hihetetlen. Nagyon jó. Ez egy piros pont. Jó pont. Mielőtt nekikezdünk, fogyasztok egy kis Prime-ot, hogy... Hogy ne legyen probléma. Na már, hülye kupak. Milyen kupak ez te? Jó. Nos, ott hagytuk abból, hogy bejöttünk a kórházba. Követtük a Laurát, mert a kis genyó elszaladt. És teljesen... Bazdmeg... Teljesen új telepre tévedtünk. Ugye előző részben bepróbálkoztunk Máriánál, mint az állat. De sajnos... Hát Mari nem volt vevő a mi közeledésünkre. Szóval Mária még szűz maradt. Szűz Mária. És azon vagyunk, hogy megtessük Máriát, vagyis, hogy megtaláljuk Laurát. Mert, hogy veszélyes itt kint neki-e. Meg amúgy, ja, faszom, ez a Laura amúgy. Most komoly nincs meg, hogy ez most a James-ek a lánya, vagy... Valami agypassz van ezzel is, azt hiszem. Jó, koncentráljunk kérem. Szóval az a helyzet, hogy itten zárva minden. Ez mi a... olvassuk el. Dr. Hugh Hodges és Dr. Atkinson a kertben. Hát az kit érdekel? Na mindegy. Menjünk. Itt ez egy WC.
Hát a WC-ket, ú, tele van csikkezve, azt a büdös szemét, mocskos élet. Fúj, de undorítóak ezek az emberek. Tele csikkezik, bazd meg. Ó, de legalább itt hagytak nekünk egy Prime-ot. Az mindenképp egy jó dolog. Hát itt is tele csikkezték. Azt a kurva. Hát Mari, mit szólsz ehhez, bazd meg? Szörnyűek, szörnyűek ezek emberek. Ha, kell egy kulcs, mi? Nincsenek tárgyak. Ide kell a kulcs, ami gondolom otthon a szekrénybe elzárva, ott a recepciós szobában. Úgy kíváncsi vagyok, hogy jó lesz a hang. Próbálok 30 centire. Én meg azt is néztem, hogy így kell forgatni, hogy ne legyen ilyen fölfele forgatva, mert úgy szar, úgyis szar. Remélem jó lesz, meg amúgy normálisan kéne beszélni, érthetően, nem ízé módon. Megpróbálok ezen is javítani, csak hát fáradtan nem olyan jól megy a dolog. Olvassuk el, ne feledje, ha az alábbiakat tapasztalja, rossz étvágy vagy jelentős súlycsökkenés, álmatlanság vagy túlzott alvás, érdeklődés elvesztése vagy megszokott tevékenységek iránti örömhiány. Ezeket mind érzem eddig. Mi a fasz? Értéktelenség érzése. Mi ez? Csökkent képességek a gondolkozásra vagy koncentrálásra. Hát ez én vagyok. Akkor az olyan, forduljunk kezelőorvoshoz. Oké, és merre találom? Szóval orvos kéne nekem, értem. Ez nyitva, ajjaj, de ez is nyitva vagy. Franc! Bazd meg, erre van a sztori, itt van Lajura. Épp egy Witcher medált rajzolt. Várj már. De miért fut el? Amúgy nem emlékszek. Nyuszi! Én is ezt kérdeztem. Már egy rugóra jár az agyunk Máriában. Úristen. Na jó. Hát ugye a fasz, mondta James. Ez az egy nyuszit, meg egy farkas. Nagyon jó. Hát Mari. Akkor menjünk vissza. Úgy több szintes lesz a történet. Hát akkor először ezzel a szinttel végezzünk. Ez az első. A kettes vizsgálóba fogunk bemenni. Megvizsgálj... Hát nem fogunk. Hogy már ne ijeszgessé, bazd meg. Hívjuk a liftet. Nem működik. Hát miért is működne? Tartsa zárva az ajtót. Akkor megyünk az ablakon. Mi volt ez? Bocs, korog a gyomrom. Nem ettem tegnap este óta. Tele vagyunk. Oké, és? Úristen, nagyon tele vagyunk. Hát Maris, nem lőjük be magunkat. Annyi van, hallod? Le fog járni a szabatossága. Mi ez? Leírtam neked úgy, hogy most már végre meg tud jegyezni, amint az előtérben vagy, csak néz körbe, ne feled, nővérek, orvosok, fák. Hú, tényleg itt a Silent Hill 5-be, ott vannak azok a szexi nővérkék. Az lesz itt is. De az, úgy emlékszem, nem volt a kettőben. De egy remake-be belerakták? Lehet, hogy itt belerakták, nem? Tőtény. 10/9. Jó. Aha, és ez nyitható. Nagyon fasza. Szia, Mari. Te mindig itt pofámba teremsz amúgy. Nem hiszem el. Mindig a képemben van, Mari. Jó. Ennyi volt. Első szint kipipálva. Mertünk az alaksorba. Mert fönt, fölfele kell menni, gondolom, mert Laura arra ment. Igen, ott James már nézi, aha, a fiókos szer, ja meg igen, itt a sörrétes, sört és rétest is kapunk majd.
Nincsenek, tehát azt a kurva, ennyi kulcsot, hát bazd meg, az én kulcsomon nincs ennyi kulcs. Jó. Hát akkor menjünk föl. Viszköd a fejem. Megvakarom, és mehetünk tovább. Tarts az át. De most akkor most mi? Hogy bezárta a kis mocsok? Hát ez baj. Mari, nincs jobb ötleted, hogy mit csináljunk? Nyee. Szeretem leszvek for paint, de ez egy kicsit túlzás. Nagyon bírom. Nagyon jó. Oké, akkor vissza erre? Vagy mi a fasz? Hova menjek? Itt innen jöttem, itt nem volt semmi. Lift szar, nem működik. Akkor az... Aha! Igen. Hát akkor nem. Pedig azt hittem, hogy ez lesz a megoldás. De nem. Ott kódot, tudnunk kéne már a kódot? Fölvettem valamit, amivel tudnánk a kódot? Vagy... Várja. Az a baj. Hogy? Igen, ez nem jó. Kicsit agyhalott állapotban streamelek most. És ez így nehézkes lesz. Szóval... Csináljuk azt, hogy... Itt lenne a kód? Nem. Lepke, virág... Nyuszi falkasz. Ez nem megoldás. A kurva életbe, te kis geci, miért zártad be? Aj, csinálod nekem a problémát. Jaj. Jó, semmi baj. Megoldom szokás szerint itt a kód. Nem, ez a javaslat a problémánkra. Lukhaven kórház 1920 lesz a jelszó, a kód. És nem lehet kivenni. Hát, bazd meg. Várjál, itt a sörétes, aha, itt mi van, de semmi. Lauránál van a sörétes. Add ide a sört, meg a rétes, Laura. Jó. Mit nézel? Ja, izé, aha. Keresel valamit ezek? Téged kereslek mindenhol, Mária. Téged. Ó, Mária, hova menjünk, bazd meg? Nem tudom. Mentsünk egyet, az mindig segít. Ez három. Hát akkor... Gyors. Megnézzük. Mi a kód? Egy, nem, kettő, három, négy, öt, hat, négy, nyolc, kilenc, nem, akkor... Jó, ez így beteg lenne amúgy. De... Hát nem vesz, nem... Felejtjük el, hogy ez is egy lehetőség, hogyha nagyon nagy kebasz van. Most komolyan úgy van nálunk valami szarság. Brookhaven-kor. Várjál már. Leírtam neked, hogy most már végre meg tud jegyezni, amit az előtérben vagy. Csak nézz körbe. Előtérben. Ó, itt a megoldás. Nagyon jó. Az előtérben vagy. Ó. Aha, 1, 2, 3, meg 4, az 7. 7. Várjál, mi volt? 7. A franc, figyelj szét. Na. Ez. 7. 2. Két orvos, ugye? Itt. 7, 2. Fák, milyen fák? Amikor tök 7-2-4, jó. Mindegy, azt akartam mondani, arra ma úgyis rájövünk, mert azt a 10-ből csak kitaláljuk. És a 9-ből, na. Akkor 7. 2. 4. Oké.
Pasta. Második emelet, alaksor. Ja, ez az alaksor, Mária kérdezte, hogy az emelet. Hát persze, hogy nem az emelet. Jó, azt elmentjük, mert az nagyon nehéz volt. Igen. Nagyon szupi. Merre is voltunk? Erre, az... Nem, mi erre. Töltsük meg szeretettel. Mindegy. Alaksor, mi? Hát Mária, a pincébe megyünk. A pince... Oké, és... Kurva fülhallgató. Mindig, mintha ki akarná esni a fülemből. Ó, map. Ó, hogy kerültél oda? Nyitva van. A lift? Azt mit csináljunk vele, bazd meg? Prime? Nincs. Boiler room. Fegyver. Tizen, gyűlik. Lassan megvan a 150. Jaj. Na, egy generator. Hát az nagyon jó lenne. Kell ide benzin. Nincsenek tárgyak. Hát ki gondolta volna. Oké, és Mári. Na Mária. Na Mária. Faszta, faszta! Jó! Mit csinálsz? Á, bazd meg. Mi a fasz? Szólhatnál, Mari, bazd meg. Meg fogok halni miattad, akkor én megöllek. Na. Tihatok Prime-ot. El fog fogyni. Fogyóba a Prime. Ez nem Prima. Nem Prima. Na, ó, söréte. Nem, sima. Pisztoly lőszer. Igen. Aha, látom. Azt a picsán lőttem. Jó. Tudj, nem téged akartalak már a vidna. Benzin! Gasoline! Gasoline. Nagyon szupi ez az. Nézzünk körül, vagy majd fényesen. Hogyha fényes lesz a dolog. Aha. Azt de mi a szart csináljak. Csak is fel ide, Mari, megvizsgálom a... Tudod mit. No! Nincs töltény, Mari! Üsd már le! Menj már útból! Hát pofán várlak véletlenül, aztán... Baj lesz. Csíztek itt egész úton, hogy fáj az arcom! Na. Azt hiányzik még itt nekünk. Ez van zárva. Ide kell az izé. Itt. Szemét. Fúj. Azt az semmiért. Nem. Hat. Három. Hát, az se rossz. Mi ez? Hogy? Halhatatlan! Azt a kurva! Mari, miért nem szólsz, hogy ez föl kell? Mikor kiabálnod kéne, föl fog kelni!
Tudjunk egy Prime-ot. 12. Úristen, le kéne állni. Ez így nem lesz túl jó. Oké, körbeértünk. Szóval, menjünk és öntsük vele a ben... Illetve nem. Még van egy kis dolgunk. Hol az a szar? Hol van? Bazd meg, tökre kiesett. Itt lesz, igen. Van egy titkos szoba. És hát nem olyan titkos, de hát... Mindjárt jövök! Nem kell befosni. Gyere, kinyitom neked az ajtót. Na itt, hogy kerültél ilyen gyorsan oda? Haven Hospital. 1932. 3. Jó. Mari az én párom. Üres üzemmag vagy a nyakkanna. Azt miért kéne ide nekem ez? Ja! Mert üres! Igen, és most töltöm meg. Oké. Okay. Jó, semmi gond. Leesett. Hamar azért. Pisilni kell. Mari, nézd meg, hogy pisilek. 275 galli. Teli üzemanyagkanna. Az meg, hát gondolta a franc, hogy ezt még föl kell tölteni. Ez fecsi volt? Fecskendő? Már megint izé... Ez a hangzás. Jó, amúgy, jók vagyunk. Töltjünk újra. Kettő töltény használható, és akkor van két tárunk. Ja, igen, vissza kell menni a üzemanyag. Majd megtölteni azt a szart. Generátort. Itt is van a generator. Töltsük meg. Úgy, mint Marit kéne. Hát, ez az James, ezt legalább meg tudod tölteni. Jönnek, helyet jöjjenek, kit érdekel. Na. Ah, ugye. Menjünk. Itt volt, nem? Franz! Mari! Vigyázz, menjél a szoknyád alá! Jó. Oké, és jól vagy? Nem látod semmit? Akkor jó. Sörétes. Ez sörétes. Az bizony. És az? Hát az már nem az, de az is jó. De James, ne legyél már ilyen kurva balfasz. Na. Mari. Itt van. Gyere, lift. Na. Azt hova menjünk? Minusz egyen vagyunk, a kettőre megyünk, hát persze. Na. Lekapcsolom, nézd. Mondj már valamit, bazd meg. Jújjújjújj. Hát ez törött. Prime time. Mária, jól vagy? Leittam magamat. Hey.
Mi a fasz bajod van? Mit sajnálsz? Megjött? Menstruálsz? Másnapos. Óha, tegnap jól bebasztál, mi? Pihenj, feküdj le, mindjárt átvekszek én is. Ez az. Terülj el. Oda bújjak melléd? Bevette az extazit. És nekünk nem adsz? Igen. Ó, ez tetszik. Látom én. Kérdezni akartam. Mit akartál kérdezni? Kérdezz csak meg. Akkor újra házasodok Máriával, veled. Most mondtam. Már lejátszódott a fejedbe James Waldbe. Az egész. Megyek. Most miért tetted le a lábad? Na mindegy. Ahogy érzed? Jövök is, jövök is. Mesztelen vagy? Bejöhetek? Sajnálom, hogy kicsit időre van szükségem. Csak elfáradtam. Oké, és még egy kicsit mondjál valamit? Fordulj, azaz. Azaz, ford. Jó, menjünk már, na. Azért még visszanézek, hogy érezze a törődést, és akkor most... Hol ez a lány? Ott fekszik egy lány, te meg... Na mindegy. Vigyázz arra, ami a legfontosabb. Vigyázzok a péniszemre. A többit bízd ránk. Jó, rátok bízom. Tolok a palliatív ellátóközpont. Ez palliatív? Ez mi a fasz? Még soha nem hallottam ezt. Palliatív. Ez valami palliatív. Mentünk. Hogy ne legyen baj. Tök jó, 6 órája toljuk, 6-6, már csak 6 másodperc kellett volna, és a sátánt idéztük volna meg. Itt a lift, ugye? Itt mi volt? A tükör az nincs. Ó, ez az. Úristen, tele vagyunk. Nagyon jó, jól állunk. Jól állunk. Itt van térképünk? Van. Oké, és... itt kéne kimászni? Nem hiszem. De basz... Ja, itt zárt be... jó, oké. Semmi, semmi. Megyünk tovább. C2, itt voltunk, nem? Nem, mert James nézi a fiókos szekrényt. Ami üres. Itt is van még egy. Ó, itt már van lőszer. 4. Ó, ide megérte jönni. Nagyon, nagyon is. Ez zárva. Ez nem jó. C3. Ja, itt volt a mentés. Úristen, itt van Mari. Igen, ezt már néztük. Itt voltunk viszont, ha jól emlékszem. Vagy nem. Tudja, a franc. Ja, itt van Mari. Szia, Mari. Oké, és hagylak pihikézni, mert ha visszajövök, akkor szükséged lesz az energiádra. Hű, az mi a szar? Félek. Itt van a szexi, ez nem is olyan szexi. Ez undi. Hát nézzelek meg közelebb. Újjaj. Új, hát te nem tetsző. Új. Hát ezek régen jobban néztek ki. A 5-be. Hát igazán nagy keblük volt.
meg olyan kopogós volt a magaslatból, volt tiszta szexik voltak, de itt nem. Lehet, hogy ez egy rossz fajta volt, mindjárt megnézek egy másikat. Ott jön. Ez nem az. Charge! Ez az. Biztosra kell menni, jó, meg kell taposni, mert múltkor is fölkeltek. Bazd meg, ide is zár kell, hát nem hiszem el. Nyitva, nem. Itt van a kóza, is írták nekünk. Kózot visszaadjátok arra, amiben tegnap megállapodtunk az orvosi társaságban tartott megbeszélés során. Mint mondtam, nem akarom, hogy bárki kis cetlikre írja föl, amit aztán megtalálhattok. Legyetek felelősségteljesek. Hát bazd meg, pedig jó lett volna, hogyha kis cetlikre írtátok volna föl. Ojjajjaj. Ez szar ügy. Oké, és akkor ott van még egy, erre van még út. Meg itt át kéne mászni. Szerintem itt először itt átmászok. Úgy pont a popámba jön. Nővérke? Ez nem a nővérke. Franc, vigyel! Nem hiszem el. Mi a fasz? Kezes lábos. Ott maradsz. Lőszer. Sörétes. Nagyon kéne már az a sörétes. Mekkora duranhat. Úristen. Mi ez? Ez egy zuhanyzó, vagy mi? Nem. Ez az. 13. Nagyon jó. Ígyunk egy Prime-ot. Ígyunk. Ne nyögjön itt egy James a fülünkbe, mert rosszul leszek. Undorító. Ojjaj. Valaki kommunikálni szeretne velünk. A rajzai. Prime! Ez az. Ilyen a Prime. Azt hittem, itt lehet valamit interaktálni, de nem. Sajnos nem. Hát akkor... Megyünk tovább. Hol vagy a Darth Vader, bazd meg? Vader nagy úr. Meglátogat minket a Silent Hill-i kórházba. Biztos, amikor cosplayer ittem, eltévedt. Egy alsó gatya. Vagy nem? Mik ezek a részek amúgy itten? Mert csomó ilyen furcsa izé. Bevillanás volt. Ez egy alsó gatya. Ja, vagy nem tudom. Mindegy, de ez lehet, hogy valami másik játékból valami utalás, de én nem tudom. Fogalmam sincs, tényleg. Nem ugrik be. A Máriának a ruhája az be, hát jó, természetesen Marinak a ruhája beugrott, de hát más igazából nem. C1. Igen. Hát ez meg mi a faszom? Átkutat. Aha, ott van mögötte. A mindent látó szem. Páciens interjú átirata. Megjegyzés, az alábbi interjú a blank számú beteggel készült a hashtag 071-es incidens kapcsán. Emlékszem, hogy a vízben feküdtem, üres voltam, aztán éreztem őt, éreztem, hogy bámul, közel volt, nagyon közel. Ki kellett jönnöm, el kellett menekülnöm, de ő követett. Tovább bámult, úgyhogy megállítottam.
Van még itt, bazd meg. Most megint üres vagyok. Visszamehetünk a medencébe. Megüres. Ha! Ha! Mi a fasz? Mi ez? Azt az hova? Ah, ú, te kis szemét. Húnyi genyó. Nem, nem. Nem, ó, bazd meg. Pedig ki akartam dodge-olni. Ez mi prime, 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 nem. Azt még van itt valami szar, hihetetlen. Mennyik van? 2,5 tár. Nagyon jó. Beszartam! Mármint nem, csak... Majdnem. Fúj, 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 fúj! Undi vagy! Nagyon! Kusztustalan! Oké. Okay. Oké, okay. Nagyon jó. Te, a sörétes fölvesszük, van infinit lőszer van, nem akkor. Fú. Ez mi? Fogok hálós, ezt nem tudunk kinyitni. Értem. Ez viszont egy prime. Azt látom, ez bizony egy ice pop. Nagyon jó. Darth Vader, ismét. Aha. Aha, és még hol nem jártunk? Ott a izé, ott igazgatói iroda. Oda kéne menjünk. Aha. Hát itt jöttünk el erre, nem? Nem. Erre nem voltunk, vagy voltunk? Azt tudja már. Tiszta labirintus ez az. Erre nem voltunk, mert erre jöttünk el. És a igazgatói irodába sem voltunk. Mi ez? Ez egy kéz. Ah, valami rémlik erről. Ez mi a pöcs? Beteg azonosító 0050. Besorolás, most hol jól vastam el? Szoba C1. Tünetek, kiindulási tünetek, hirtelen agresszív kitörések, vizuális és hallási halucinációk, jelenlegi diagnózis, mit hagytam ki, javaslat, jelenlegi terápia folytatása a korábban, jó? Betegözési dolgok 90-es, besorolás, mindegy, szobám D1. Tünetek, érzék, csalódások. Jelenlegi diagnózis, inszomnia, elutasítja az ételt és a vizet. Folyamatos halucinációk, javaslat, kényszer, táplálás és ittatás. Üdvözlés szükséges, kezelőhelyiségekben kell végrehajtani. Álmatlanság kezelése állandó felügyelet. Kurva jó. Oda kell menjünk, be is előtte a James. L1-be. Ki? Bazna. L1-be. Kínálási tünetek, erőteljes, szűnni nem akaró szorongás. Jelenlegi diagnózis. A tünetek paranoiává erősödtek. Vizuális halucinációk, javaslat. Erősebb gyógyszeres kezelés, nem szabad magára hagyni. Megfigyelés érdekében át kell helyezni az L1-be. Nagyon jó, azt is jelölt be. Merre kéne ezt hozzá nyúlni? Azt elmerjem én húzni? Cutscene. Hű, mi ez? Ó, már megint egy ilyen szép... Valaki hátba fog kúrni minket most. De mi lesz? Úgy is kell valami kód, tehát nincs ez a gomb meg. Ó, anyám. Jó. Mindjárt intézkedem. Mi a fasz? Jöjj, de kell gondolom három betegnek az a beteg tédulás, lófasz, karkötő, vagy mi a...
hogy hívják, van-e valami szó erre, de nem jut eszembe. Nincsenek tárgyak. Annyi tárgyak az meg, mentsünk, mert lesokolt az agyam. Na, se tudom, mit kell egy gomb, három olyan karszallag, meg kell ide egy kulcs. Hát ez kurva jó. Hát a világon nincs ennyi cucc, ami ide kell. Most tudom, igen, arra voltunk. Itt kéne megszed. Álljon meg! Álljon meg! Hagyjon békén! Növérke! Növérke! Legyen szíves abba hagyni! Ezek egy közelharcba merjek menni, vagy ne? Azt a kurva! Azt a... Te mocskos, te! Fúj! Ribanc! Ribanc! Tölgölj már meg, bazd meg! Hát mi vagy te, valami miniboss, vagy mi? Jézusom! Azt most megint ihatok egy Prime-t. Ennek mi értelme volt? Ez a kis shortcut nagyon hasznos, mit ne mondjak. Ez el van torlaszolva, innen látni. Ez az. Ez nem az. De úgy tuti, nem kellett volna hogy körbe menni, mert most nem tudtad, én tudom, hogy kellenek azok a karszalagok. Az biztos már fel tudtunk volna venni egy csomó karszalagot. Már csak itt kéne még egy karszallag. M1. M2. Na, a televíziók itt innen futnak. Na mindegy. Hol van Vader amúgy? Őr és Vader. Itt lesz. Ez mi? Itt is valami jelentőségnek kéne legyen, vagy... Esküszöm, nem tudom. Basszus. Újra kell majd játszani a Silent Hill-eket, basszus kulcs. Remélem csinálnak remake-et a többiből, mert egyet már nem lehet megszerezni sehol. De. Na, hova kell menni, James? Mondjuk a női ölt, megyünk. Azt a női öltözőben van a shotgun. Egyes a pisztoly használatához. Okés. De nekem a sörétesket. Úristen, csak 8. A biztos, hogy nem. Hazudik a játék. Vagy 100-at fölvettem. Istenem. Maci. Ez Laurági? Mi a fasz volt ez? Hát ez meg mi? Ja, a drogos injekciót. Elgörbült. Az szép. Hajlított tű. Azt ezzel mit csináljuk? Föl kell törni az árat? Na hát ez a női öltöző, ez igencsak jó hely volt. Valamit itt nagyon nézett James. Vagy nem? Nem. Oké. Aha, kipróbáljuk? Megnézzük, hogy durran? Ne jöjjön! Hú, te kurva! Az igen! Az igen, bazd meg! Az fegyver! Na, ez fegyver! Ez már egy igazi pénis! A geci undorító fejük van. Baszd meg. Ez mi? Kulcs? L1. Nagyon jó. Az oda kell menjünk majd.
Elég volt. Kabi? Kabitó? Hát úgy néz ki, hogy itt ennyi volt, amennyi volt. De szép virág. Aztán... Ez kurvára zárva van. Itt föl lehet menni, mi? Meg le! Aha! Igen, igen. L1. Na de hát L1. Előbb vettem fel a L1-es kulcsot. A pusztulat. Onnan nem lehet. Innen kell. Ajjaj. Nagyon rosszat érzek. Lehet, hogy nem kéne. Mi volt ez? Elő a nagy péniszt. Hát én nem látok semmit. Most gáz, vagy nem tudom, hova kéne ezt a szart tolni. Vagy csak arrébb kell húzni a faszba, hogy föl tudjam venni ezt a szart. Nem, ez hülyeség. Ott kell átmenni. Csak akkor miért nem húzott James? Ja, megijedtem, tényleg. Ha. Kurva rongyok, ha nem tudom áthúzni, bazd meg. Jó. James. Gyerünk már. Úristen, de egy fasz vagy. Na. Oké. Okay. De másszál föl, bazd meg! James! Ó, bazd meg. Ja, semmi. Úristen, valaki nagyon hülye. És most nem James. Nagyszerű. Ez az. Mi van idéva? Ma hozták be a lányt. Szegény egy szót sem szólt, csak ott ült kezébe temetkezve. Sír és reszket. A sarok ágyba tettem, úgy tűnik egy kicsit megnyugodott. Talán még mosolygott is rá. Angela? Tuti Angela volt. Van egy olyan értésem, hogy Angika volt. Rá fog támadni valami szar. Nem. Prime? Nincs Prime. No time for Prime. Mi a szar? És itt most amúgy mit kéne csináljak? Hogy mi van? Hát nézd, akkor meg. Ajjaj. Most amúgy oda le fogsz menni? Te félsz, hogy James? Hát eddig biztos nem férne itt be. De James befér, bazd meg. Hát, tudod kimerni. James meri. De a... Na, tessék. Itt is a probléma. Áú! Jaj, a hukat! Beütötted a hukidat? Nem. Szerencse, hogy kicsi. Most nagy péniszünk lenne, ó, ez fájt volna. Uha. Uha. Ajjaj, itt lesz valami a túloldalon, úgy érzem. Ujj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 
Fönt. És most lekerültünk ide. A szarba. Na meg itt. Á, Istenem, James. Szóhatnál, mielőtt lemész valahova.
csináljanak a problémát, ez így. Na mi ez? Miért nem segítenek nekem? Miért tartanak itt vele? Kivel? Mivel? Ki vagy te? Mi tudsz itt? Most mi? Ez is valami utalás, biztos. Biztos, hogy így a Resident Evil-re. Lehet, azt fog nyerni a szavazaton. Szavazat! Ne felejtsétek el szavazni. Mondjuk külön videót kéne csinálni, mert... Na. Itt nem túl jó, hogy itt közepébe mondom. Lehet, valaki nem érdekel a Silent Hill, ezt meg sem nézi, ezt nem szavaz. Ez az. Megvan az egyik. Összefirkált. Mutasd magad. Gyere előre. Jó, akkor ne. Mi a fasz? Azt a kurva! Ezért most... Ezt kapott te. Fúj. Megijesztett. A csöves. Hát ilyet. Rendesen. Rendesen megijesztett a tetüláda. És itt is vagyunk megint. Az első emeleti mentési pontnál. És a földszint. Olyan debil feje van Jamesnek itt a töltőképernél mindig. Igen. Medence. Oké, és megyünk a medencéhez. Itt nézi, a képeket nézi itt, tényleg. Jó, megyünk a medencéhez. Nincs gond, nincs gond. Azt amúgy ott hogy megyek ki a medencénél? Itt ki tudok majd menni? Hát csak. De ez zárva. De hát ez zárva. Társalgó. De hogy jutok én oda? Hát te ebédlő. Jó, nézzünk el arra. Francba! Jani, James. Amúgy, tényleg, James az amúgy... Jani, nem? Most itt nem tudom hirtelen. Nincs valami átjáró. Itt kéne átmenni, bassza meg. Nincs. Orvosi irattár. Hogy megyek én ki? Ki kéne jussak? Hát ez most jó kérdés. Ebédlő zárva, ott is zárva. Azt miért van zárva? Miért másztunk? Itt volt a karkötő. Igen. Jó. Hát de itt nincs semmi, baszki. Azt a mindenit. Innerward. De akkor nem az zárva. Az itt van, én megőrülök. Hát ne. Gondoltam. Oké, ide kéne kulcs. Oké. Jó, akkor majd később. Jó. Akkor megyünk vissza föl. A harmadik emelet. Vagyis a második emeletre. Oké. Nem is néztem, van még egy szint? Nincs. Nincs. Nagyon nincs. Jó. És akkor kéne nekünk még a hányas szoba? Kéz. Szép. Igen, azt nem tudunk vele mit csinálni. C5-ösben van Mario, megint csak. Kódzár.
Fasza. Nővér állomás. L1. Ott voltunk. Akkor a C5. Ötös. C5-ös. Igen. Ja, Mari. Szia, Mari. Szia. Megmutatod a teszt kódot? Még nem találtuk Laura-t. Need a bit more rest. Többet kell pihenjen. Segíts csak pihenni. James. Igen, itt maradok. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Tudom. Get some rest. I'll be back soon. Vissza fogok térni. Szedd össze magad még. Ennyi? Ja, M, mint Mária. Azért M. Na, az meg. És mi van, hogyha én odarakok egy karkötőt most oda az éjhez? Karkötőt... Hogy hívtam ezt? Nem karkötő. Lopatol. Haj, de nem! Ne bassz már föl! Haj, hagyjál! Ez az, pont jó helyen vagyunk. Semmi reményük. Ezt már hallgattam? Nagyon jó, azt meg kell rakni. De nem, nem történik semmi. Nem lehet még egyszer elolvasni, hogy most melyik izé. Térképek. Aj. Vanaksor. Következő. Van ott valami? A medencébe. Hát nem tudom, szeretném megnézni. Nem tudom, hogy kell kimenni, bazd meg. Nem jégnek az ajtók, nem működnek, basszus kulcs. Hát mit évő legyek, bassz meg. Ide kell az a kulcs, értem. Igen, amit fog ez a szar. Oké, ide kell a gomb, ami nincs nálam. Oké, akkor mit csináljak most, bassz meg? Mit? Hát, köszönöm. Nem tudom, bassz meg. Kéz, szép, oké, itt nem tudunk semmit csinálni. Benéztük, mint a szar. És az elejbe le tudtunk menni a C2. Kettő fürdőhelység, ott voltunk. Mosda, ott is voltunk. Itt nincs semmi. Lakat. Orvosi társalgó. Az is a zöldes részről nyílik, de hogy megyek a zöldes részre, bazd meg. Itt a lépcső. Na. Ha minden igaz, akkor a lépcsőnél át kéne jussak. Jó. Bazd meg! Hát itt még lehet följebb is menni. Azt a kurva! Na hát így már mindjárt más a helyzet. Oké.
hogy valaki énekelget. Ezt kaptad, bazd meg! Te ribanc! Hol a Prime? Fejtegettéd a Prime-ot? Előlem! Jó, semmi baj. Spóroljunk egy kicsit a töltényekkel. Hát ez szívás. Itt nincs semmi. Oké. Azt a szemét láda! Itt egy irat. Ez üres, te szemét. Ó, basz meg, ennyit olvasni kell. Megfigyelési jegyzetek. 90-es beteg. Első nap beteget megfigyelésre szállították. Alultáplált, szekély légzés. Kerüli a szemkontaktust, nyugtalanság a személyzet jelen létében, frusztrált az érintés gondolatától is. Második nap a beteg visszautasítja a szilárd táplálékot. Orszondás, kényszer táplálás szükséges. Szerotonin, antagonisták beadása az émelygés és hányás csökkentésére. Harmadik nap. A betegért fürdetéshez és etetéshez lekötözik. Készítsék elő a kezelőszobát ennek megfelelően. Folyamatos alultáplálság, oxigénhiány, önbántalmazás, gyógyítható, nem igazolható. Negyedik nap. Valami nagyon nincs rendben. Az szép. Itt valami nagyon tényleg nincsen rendben. Egy óránál tartunk. Jó, az mi? Tök jó. Hoppá! Most Mari biztos beszólt volna, hogy Inner World Essence. Ez kellett nekünk. Ki a faszom énekel amúgy? Ez mi? Dr. Andrews, elküldtük az ön által kért röntgenfelvételeket, azonban úgy tűnik, hogy a fáj nem volt teljes, mivel az egyik kép nem került elő. Amit megtaláljuk, elküldjük valakivel, szóljon, ha bármire szüksége van. Jó. Röntgen. Itt van. Ajjaj, hát ez egy mély. Ez bizony egy mély. Röggen. Eszköztár. Aha, most ki kell rakni, mi? Ajjaj, ja várjál csak, így ez ide jön. És akkor itten van egy ilyen hát ez így lesz. Ez pedig, kérem. Hát ez hogy a faszban van? Igen. Ez így jó. És gondolom, kell még egy. A franc vigyeszik. Fúj! Valami belemászott a durumba. Mi a fasz? Volt valami a maszba. Kicsit följebb kerüljek, mert nem jó az így. Jó, most már jó. Beállítom a mikrofont 30 centire. Jó. Baszd meg!
Azt. Várjál csak. D1, D3-ba jártunk. Röntgen ellenző. Igen, jó. Szopat. Szopat! Jobbra, balra, jobbra. És mi a szám? Itt volt leírva? Nem, ez a... izé volt csak. És itt még lehet följebb menni, basszus. Pillanat. Valami nincs rendben a lukammal, a lukammal. Ki, nem hagytunk ki valamit? Higiéniás lófasz. Mondjuk ezt itt hagytuk volna, szóval... Jó, itt töltsünk bele egyet. És váltsunk át kis pitalra. És menjünk itt egyet. Mi a fasz? Jó, gyors mentek egyet azért. Ne legyen probléma. Ki tudja, mikor lesz probléma. Hey, are you okay? Mi a faszt keresel itt? Don't be afraid, I just want to talk. Ez meg én nem tudom, mi van ezzel. Hogy kerültél oda, te szerencsétlen, te? Jó, hát itt nem jutunk át. Az egyszer biztos. Akkor... Nézzük meg, hogy mi van. Fönt. Mi a szar? Hogy került már megint oda egy olyan for... Rooftops. Nézzünk meg, mi van itt. Van-e egyáltalán valami itt? Egy kis kulcs kell, hogy... Na. Mindenhova, már annyi helyre kell kulcs, bazd meg, hogy nem tudom, hogy mihez kezdjek. Viszont... Ajaj. Most kinyílt, vagyis nem kinyílt, csak van kulcsunk a lenti részekhez. Szóval menjünk le. De most komolyan nem tudok itt kimenni. Aj, ne. Igazs már. Most egész a másik. Ahaj. Basszus. És már megint itt vannak ezek a szarok. És kettő ráadásul. Istenem. Utás, utás. Hol van a lift? Vagy mi kell nekünk? Tök mindegy. Jó, előre. Mit nézel? Ja. Furán áll a mikrofon. Jó. Na, szóval. Azt mondja, hogy itten vagyunk. És most, ha minden igaz, akkor itt jövünk erre, még egy kicsit. És már megint vannak ezek a szarok. Ez az. Ajé. Hogy jó. Rohadt szemét szar.
Ez egy jó jel. Mivel most be tudunk menni ide. Ez azt jelezte. Istenem. De... Mi a fasz? Azt a kurva, megijedtem ettől a szartól. Tögölj meg! Szar ügy, kifagyott összes lőszerünk. És még van itt te. Aj, és nővérke, hát nem hiszem el. Bassz meg! Szerencsére ezek egyből halnak egy sörétestől. Egyből belehalnak, ha megkínáljuk egy kis sörrel, mert beítessel őket. Hú, de szopás ez így, bassz meg. Nagyon nem jó ez így. Ott van egy kis töltény. Hát nem sok, de azért... Azért... Amúgy megéri ezt használni ezekre, mert... Amúgy rohadtul nem tűnik jónak. Fürdőhelyiség és a kert. Ez az. Adjad, adjad csak. Jöhet, minden mennyiségben jöhet. Oké, itt van valami érdekes. Haj, de sokat kell olvasni. Ez az eset nyugtalanító hasonlóságot mutat egy néhány évvel ezelőtt a létesítményben történt helyzettel. A páciens bírósági végzés alapján vették fel. A megmaradt családtagjainak beleegyezésével állapot az első néhány hétben javulni látszott. Az alkalmazott gyógyszerek, valamint az egyéni pszichológiai foglalkozások és a művészetterápia enyhítették az avulációt. Az anhedóniát és a társadalmi visszahúzódást. Nem volt ok az aggodalomra, senki sem tudta, hogy valami nincs. Hogy valami nincs rendben. Senki sem tudta, ugye? Nincs rendben valami. Amíg az éjjeli őr be nem jelentette, hogy eltűnt az egyik kulcsa. Mire megtalálták, már túl késő volt. Hát az nagyon fasza. Rájmozzunk be, mert James már megint hasmenés gyötri, vagy nem tudom, fogja a hasát egyfolytában. Biztos lőszer, ez az. Hát ez meg mi a töke. Kózár kombinációja. Hát ez kurva jó. Jó. Mindjárt kitalálom, hogy mi az. Megvizsgálom. Csak. Még körülnézek. Mi a fasz? Ja, aha, értem, oké, és jó, rendben. De itt van egy szoba. Ja, ott nem tudok átmenni, oké, rendben, semmi gond. Akkor szarok rá. Jaj, te ezt nézi, jó van, annyira átbaszós ez is. Na, ez hova vezet? Ez itt kérem szépen a hármas vizsgálónak, ahol már jártunk, szóval... Kit érdekel? Fürdőhelyiség. Na igen, ez meg zárva. Nagyon szar ügy. Igen. Itt volt valami, itt ez mi? Ez a másik oldala? Nem, ezt legyen már nyitva. Ez az. Nagyon jó. Ez zárva. A gyógyszertár. Ezt kinyissuk, mint a szar, mert itt nem tudtunk átjönni.
És mellé lövök. Kiutkatom a implantációidat. Jó. Ez az. Nagyon jó. Passz meg. Három tölt. Jó, menjünk shotgunnal. Mondtam shotgunnal. Három töltény pluszba. Nagyon jó. Konyha! Főzzünk valamit Máriának, hogy végleg belénk szeressen. Egy kis penész eltávolító. Biztos. Ott van a farkam, a falakban. Mélyen belül a penész eltávolító ideiglenesen eltünteti, de aztán ugyanazon a helyen újra megjelenik. Be kell mennünk, ha kell mindent lebontani és kiírtani. Hol vagy? Aha, ott van. Jaj, bazd meg. Fúj, fúj. Kéne spórolni egy kicsit. Nem fogunk. Hát, szia! Azt a kurva. Mi a szar, meg egy ilyen forstalicska is van itt? Te nem bazd meg. Jó, azt leszedjük ki. Ez ártalmatlan. Ez nem tud nekünk ártani. Nagyon jó. A franc, vigyel azt a tévét. Oké, és négy lőszer. Aj, ez 11. Aj, ez nagyon kevés. Nagyon kevés. Igen. Értem. Hát, az nem jó. Akkor megint nem tudunk a medencéhez menni. Franc! Hát akkor hova tudunk menni? Penész eltávolító. Ott van a falakban. Hol? Kódzár. Felvettük az kódzárt. Hol az a zár amúgy? Itt kéne a penész el... Nem. Biztos nem. Várjál. Ez mi a szar? Az ételek segítik a mentális égességet. Igen, rosszban gazdag gyümölcsök, zöldségek, teljes kiölésű gabonatermékek, egészséges zsírok, többek között omega 3. Nem, feldolgozott gyors ételek, finomított gabonatermékek, vörös hús. Hát, ezt Edinek mondjátok, ne nekem. Restroom. Zárva. Nagyon jó. Mosdó. Itt már jártunk. Itt is van csikkezve? Persze. Rohadt dohányosok. Ha várjál csak. Nem. Bázd meg! No smoking. Csak a WC-be lehet. Itt jöttünk be.
Igen, itt volt még egy... Igen, ezt el is felejtettem majdnem. Itt bizony volt egy ilyen átjáró, ami pont jó helyre visz minket, a raktár vagy a gyógyszertárba. És itt tudunk kimenni az udvarra. És ide tudunk pisilni. Nem, penésztáltávol, nem, tű. Hát mi kell ide? Hát mindegy. Akkor ezt ki tudjuk itt nyitni. Nagyszerű. Újabb incidens az 50-essel. Kijött a medencéből és egyenesen a kert felé rohant. És közben teljesen felvágta magát. Hála Istennek még itt voltam, örjöngött, üvöltött, az ápolóknak kellett lefogniuk. Alig tudtam összevarni, most visszakerült a szobájába, nyugtatókkal lecsillapítva. Szegény! Jaj ne, ki kell menni az esőbe? De meg fogok ázni. Aztán fázni. Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Kimegyünk és egyből itt van a nővérke, vagy ez nem is nővérke. Az ilyen ronda szar. Úgy gyors bemegyünk ide a házba. Nem, miért nem lehet ide bemenni? Tök jó lenne. De be lehet. Haha, ez az. Itt elbújunk ide Máriával, majd kettesben nem veled te szemét. Hát passzomat. Ez az. Tök jó. Úgyis Tomias voltam egy kis nájnal. 11 fegykendő. Hát ez nagyon jó. 11. Kert. Tökéletes. Sörétes. Ne halljál le! Erre nem pocsékolunk. A rohadár. Jó, ugyunk még egy Prime-ot. Jó, ez már meg nem mozdul. Oké, itt nem lehet bemenni. Keresek más utat akkor. Aha. Aha. Meg is van. És akkor így jutunk el a medencéhez. Nézzük meg, mi van a medencéné. Ha itt lenne Mari, most megfürdönnénk a... Hát nem a kábítóba, de a medencébe. A kábi medencébe. Hát ez így nem vicces. Nem adja ki a szépségét a mondandónak. Aha. Hát ez meg mi a faszom? Penészeltávol itt a hal. Nagyszerű, ide is kell majd még valami. Már tényleg már egy jegyzettömböt kéne írjak, hogy mik kellenek ide. Be tudunk menni? Megmártózhatunk a szarba? Nem. Nem is baj. Hát... Ja... Szivattyú. Nagyon jó. Még az is. Fürdőhelység. Na, itt még nem jártunk. Ez csak sótány. Jó. Oké. Hát ez egy kábel. Ez egy orvosi cső. Oké. Egy orvosi cső. Fasz. Baszódj meg! Rohadt kezes lábas!
Megint prime-ozhatok. 13, ajjaj. Vigyázni kéne, le kéne állni. Jó, van egy orvosi csőnk. Ez nagyon jó. Jó, de... Én most... Az a helyzet, hogy... Keresek egy mentést. Mert elmentsük most a játékot. Itt is van. Itt van a mentés, igen. Mert pisilnem kell, álmos vagyok. Ez eddig kett. Faszomat már. Köcsög kamera. Na. Három, ne, inkább nem mutogatok. Elég a kettő. Hát, szegény Marit. Sajnos itt kell hagyjuk. Egyedül. Következő részben folytatjuk, és végére járunk ennek a szivattyúnak, meg megkeressük összes kulcsot. Köszöntöm a figyelmet. Iratkozzatok megint csak föl. És folytatjuk. Holnap Genshin. Gyertek. Jó a Genshin. Lehet, hogy kicsit ratyi, de nem az. Amúgy. Köszönöm. Viszontlátás! Justinnek most már muszáll el innen, amúgy kösz, hogy itt voltál. De várj, mielőtt mész, azért iratkozzál már fel. Köszönöm szépen, legközelebb is gyere, meg minden pöcsnek itt a helye. Meg ne sértődjél, bazd meg! Most már húzzál el innen. Amúgy kösz, hogy itt voltál, de vár. Mielőtt mész, azért iratkozzál már fel. Köszönöm szépen, legközelebb is gyere, mert minden pöcsnek itt a helye. Meg ne sértődj, bazd meg. Meg ne sértődj, bazd meg.